Feldíszített folyosók és osztálytermek ünnepi hangulat és a búcsúk esedédes pillanatai. Ilyen a ballagás minden iskolában. A nyár közepén az általános iskolások mondanak búcsút annak az intézménynek, ahol óvták, vigyázták, nevelték őket. Bonyhádon a Széchenyi iskolában 82-en indultak utolsó sétára az épület folyosóin. Szabó Bélani intézményvezető helyettes azt mondta, a 8 év arról szólt, hogy megtanítsák a gyerekeket megállni helyüket a világban. A 8 év arról szól, hogy megtanítsuk talpon maradni őket, alkalmazkodni az elvárásokhoz, és hogy hozzák ki magukból a lehető legtöbbet, hogy legyenek pozitívak, legyen önbizalmuk, legyen meg az a tudásuk, és az a sokféle emberi tulajdonság, ami szükséges ahhoz, hogy megbecsült emberek legyenek a világban. Ahogy Bonyhádon, úgy Zombán is elballagtak a tanulók az általános iskolából. 28 diák intett búcsút az iskolának, számos évvégi jutalmat kiosztottak, a legtöbbek viszont az egyik ballagó, Bíró Botont kapta. A diák azt mondja, nagyon bánja, hogy el kell hagynia az általános iskolát, de számos jó emlék köti ide, és ahogy teheti, visszatér egy-egy beszámoló erejéig. Mindenki nagyon fog hiányozni, főleg az osztálytársaim, kedves tanáraim, az órák is, a szünetek, a beszélgetések. Szomorú vagyok, hogy itt kell hagyni az iskolát. A bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolában 45-en mondtak végső búcsút az általános iskolának. Mészáros István igazgató azt mondta, ezen nap a pedagógus számára is nehéz, hiszen el kell engednie azok kezét, akiért éveken keresztül felelősséggel dolgozott. Csiszoltuk egymást, mi is őket, ők is minket, mert minden ember változik, a pedagógus is, a gyerekek hatására. És remélem, hogy sok pozitívumot kaptak tőlünk, a kollégáinktól, és olyan tudományok, képességek lettek fölvértezve, hogy meg tudják majd állni helyüket. A Tolnamegyében működő tankerületi központok iskoláiból megközelítően 1500-an ballagtak el.